A Petőfi Művészeti Liget szerda esti fellépője Egri Bálint volt, aki végzettsége szerint színész. Többek között a Tibor vagyok, de hódítani akarok című film miatt lehet sokak számára ismerős. A zene már egészen fiatal kora óta jelen van az életében. Először csak ilyen gyakorló dalokat az első 6-7 évben klasszikus gitárt tanultam. És aztán jött egy váltás, amikor így autodidakta módon valaki tanított egy-két fogást, és akkor az alapján elkezdtem a klasszikus gitár mellett felfedezni egy kicsit ilyen rokkosabb, egy egyénibb gitár hangzást, vagy gitár mód készletet. És elkezdtem saját számokat írni, és ennek most már 10 több éve, tehát azt hiszem 12 éve, hogy az első az Egri Vár szám elkészült, mert hogy ez a zenekar neve. Egri Bálint 2006-ban alapította meg az egyszemélyes zenekarát, azóta pedig 3 lemezt és 1 koncertlemezt is kiadott. A meglévő 112 dalból 24-et hozott el a dunaújvárosi közönségnek. 2012-ben volt az első koncertem, voltak persze kisebb-nagyobb szünetek, de most fél éve találkoztam egy nagyon kedves fiúval, akit Áronnak hívnak, Tóth Áron Gergely, ez a becses neve, és ő egy... Hát egyfajta menedzseri szerepet tölt be mostantól ebbe az egyszemélyes zenekarba, mert hogy ezt nem mondtam még el, hogy ez Magyarország egyik, ha nem a legegyszemélyesebb zenekara. Nyilván nem az, egyedül vagyok, de mégis zenekarnak hívom, mert talán vicces. És lényeg az, hogy Áron is csatlakozott fél éve a zenekarhoz, és azóta gyakrabban koncertezünk, főleg Pesten, de most nagyon örülök, hogy itt lehetek Dunaújvárosban, mert nagyon ritkán jutok el vidékre ezzel a zenével. A szuper a hely, szóval nagyon kedves mindenki, és alapvetően nagyon izgatottan várom a mai fellépést. A Petőfi Művészeti Liget programsorozata péntek este folytatódik a Jazzy Stripe zenekar fellépésével, amelynek alapítója Csík Dániel. A csapat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének egykori és jelenlegi hallgatóiból állt össze.